Így is neveztek valamikor, hogy fekete vasárnap. Ilyenkor ezen a vasárnapon takarták le a díszes feszületeket, és amikor elkezdődik az evangéliumokon keresztül, még inkább az Úr Jézus szenvedésére való figyelés. És az Úr Jézusnak az egyik csodájáról hallhattunk, amikor föltámasztja a halott Lázárt. Tudjuk a Szentírásból, hogy az Úr Jézus több halottat is föltámasztott, de három van megemlítve a Szentírásban. Az egyik a Naimi ifjú, amikor az Úr Jézus az özvegyasszony egyetlen fiát támasztja föl és adja vissza az édesanyjának, majd a 12 éves kislányt, Jairus leányát, amikor az Úr Jézus azt mondja a sirató asszonyoknak, hogy nem halt meg, csak alszik. És így szólítja föl, Talitakum, kelj föl. És a mai evangéliumban pedig az ő barátjának a föltámadásáról hallunk, Lázárról. Három testvér, Mária, akit mi Mária Magdolnaként ismerünk, Márta és Lázár. Az Úr Jézus gyakran vendégeskedett náluk, és szerette ezt a három testvért, szerette ezt a családot, akik Betániában éltek. Az Úr Jézus itt Lázárnak a sírjánál sír. Milyen megrendül. Van egy másik hely is, ahol az Úr Jézus sír, akkor, amikor Jeruzsálembe bevonul, és a olajfák hegyéről megyen be Jeruzsálembe, van ott a könnyek kápolnája, ahol hagyomány szerint az Úr Jézus látta egész Jeruzsálemet, és akkor sírva fakad, amikor következőket mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, mennyiszer szerettelek volna összegyűjteni téged, mint ahogyan a tyúk a csibéit, és nem sikerült. És az Úr Jézus siratja Jeruzsálemet. Tehát az Úr Jézus könnyekre fakad, amelyben kifejezése jut, hogy Lázárt kedvelte, barátja volt. És mégis az egyik legnagyobb csoda készül el, de Jézus mindegyik csodánál tanít. És itt is az ő tanításának és az ő üzenetének a lényegét mondja el, aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog. Ezt kérdezi Mártától. Hiszed ezt, hogy testvéred fel fog támadni? Márta mondja, hogy tudom, hogy majd a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus megelőzi ezt, de tudni kell, hogy a három halottnak a föltámasztása, akikről tudunk a Szentírásban, erre a földi életre támadtak föl. A földi életük hosszabbodott meg, amelyben kifejezése jut az Úr Jézusnak az ereje és hatalma, hogy ő az élet ura, hogy ő fölötte van a természeti törvényeknek, fölötte van annak a rendnek, amely mindannyiunkon érvényesíti a hatalmát, hogy egyszer mindannyian meg fogunk halni. De az Úr Jézus örök életet ad nekünk. Azt is tudnunk kell, és tudatosítani magunkban, hogy az Úr Jézus, amikor föltámad, akkor nem erre a földi életre támad föl, hanem az ő országában van, ahová bennünket is hív. Igaz, hogy az Úr Jézus 40 napon át, feltámadás után megjelent az övéinek. De ezek mindig csak ilyen rövid találkozások voltak, ahol megtapasztalták az apostolok és az arra kijelöltek, hogy Jézus valóban él, vagyis ő föltámadt. A mi hitünknek is ez a lényege, hisszük és tudjuk, hogy nem erre a földi világra fogunk föltámadni, hanem az Isten az ő életével ajándékoz meg bennünket. Viszont mi keresztények, Krisztus követők, arra figyelünk, hogy az Úr Jézus, mint az üdvözítő, a világ üdvözítője halt meg értünk a kereszten. És ő az, aki minden embert üdvözíteni akar. De ez az üdvösség az ő föltámadásában
teljesedik be. Az feltámadt Jézus megdicsőül, és ott vannak az Úr Jézusnak a kezein, a lábain és az oldalán, ott vannak a szenvedésnek a nyomai. Vagyis a feltámadt Jézus hordozza azokat a sebeket, amelyeket itt a földön a keresztre feszítés által elszenvedett. Az Úr Jézusnak a sebei számunkra azt a jelet hordozzák, hogy aki meghalt értünk, ő az, aki föltámadt. Aki az életét adta értünk, ő az, aki bennünket is az örök élettel akar megajándékozni. Nekünk egyet kell tenni, elfogadni a megváltás ajándékát.